Nem egyedül állok most itt. Itt van velem lélekben 15 millió magyar ember. Magyarországról és a Kárpát-medence minden részéről és a diaszpórából. Itt vannak velem azok, akik lélekben önökkel vannak nap mint nap, nem csak a háború kitörése óta, hanem a kezdetektől, és itt lesznek a jövőben is. Tartson bármeddig is a háború, és legyen mielőbb béke. A háború el tudja pusztítani az otthonainkat, a háború el tudja pusztítani az épületeket, a háború lerombolhatja az utakat, a háború elveheti a vízellátást, a háború életeket onthat ki. De a háború a szeretetet nem tudja elpusztítani, még a háború sem képes elpusztítani a szeretetet. Azt a szeretetet, ami most engem is idehozott, ezért vagyok most itt, és én azért mentem el tegnap Kijevbe, azért is mentem el tegnap Ukrajnának erre a területére, hogy ma együtt lehessünk önökkel. Számomra ez egy óriási ajándék és kiváltság, hogy én most éppen itt önökkel, a kárpátaljai magyarokkal közösségben gyújthatom meg a várakozás első lángját.